9. alkalommal rendezte meg Kistarcsaváros önkormányzata a Böllér Fesztivált. A február 1-i megrendezett gasztronómiai és szórakoztató eseménynek a Csigaház melletti tér adott helyet. Az évről évre egyre több látogatót vonzó fesztivál a disznótoros verseny és kóstolási lehetőség mellett idén is számos programot kínált. A költőt idézve annyit szeretnék mondani, hogy a rendezvényt ezzel nem megnyitom. Juhász István polgármester nyitotta meg a rendezvényt reggel 7 órakor. Klacsán Lajos műsorvezetőként bemutatta az induló 11 csapatot és a zsűri tagjait. Solymosi Sándor alpolgármester, a város előző polgármestere pálinkás kocintással üdvözölte a verseny résztvevőit. A csapatok lázas igyekezettel vetették bele magukat a disznók levágásába és feldolgozásába. A zsűri tagjai már az első perctől kezdve figyelemmel kísérték a folyamatokat. Idén Herbst Norbert szakács oktató, Juhász István a kistarcsai vállalkozók baráti körének elnöke, Jurcsi Lajos nemzetközi séf, valamint Tóth Attila szakács látta el az ITC feladatokat. Úgy imádom az illatot, ami úgy elragadott, ezért örökre rabot maradok, de minden szabad, ezt is megteheted, hát éred csak jó. Kicséges teje, barna a szeme, úgy mosolyog rád, mint ha te is tudnád, igen. Most kicsit belezúz, aztán minden ugyanúgy megy majd. Kicséges teje, barna a szeme, úgy mosolyog rád, mint ha te is tudnád, igen. Miközben a csapatok megkezdték az egész és fél disznók feldolgozását, a Retroleum zenekar fellépésével megkezdődött a fesztivál színpadi szórakoztató programja is. Elsőként a kistarcsai Pannonia Néptánc Együttes 4 csoportjának koreográfiáit láthatta a közönség. Délbe Bakós Kis Gábor színművész Jó ebédhez szól a nóta című műsora, kora délután pedig Polgár Peti humorista koncertje következett. A magyar mulatószene képviseletében a dupla kávé szórakoztatta a népes kistarcsai közönséget, a fellépők sorát pedig a dívák, azaz Détár Enikő, Fésüsnelli és Kós Réka műsora zárta. A sátrakban töltötték a hagyományos és különleges hurkákat és kolbászokat, emellett minden csapat készült egyéb disznótoros finomsággal is. Kistarcsa polgármestere Juhász István is kivette a részét a munkából, a Fidesz csapatát erősítette. Polgármester úr, számos munkafolyamatot láthatunk a Fidesz csapat alatt, hogyan van leosztva a feladat és mit készítenek? Szokás szerint hurka kolbászt, tehát ami a kötelező kiírásban benne vannak. Emellett most ilyen feleken sütőben sült húst készítünk, amit ugye az embereknek kóstolóként kínálunk, és idén is készítünk valami speciális kolbásszal. Idén zöldköri fűszerezésű kolbásszal készülünk. Bízom benne, hogy ez is majd úgy elnyeri a zsűrinek a tetszését, mint anno a chorizo ízesítésű kolbászunk, mert hát erős túlzás, hogy ez egy chorizo kolbász lett volna, de ízében hasonlított rá. Itt mindenki főnök, abszolút demokrácia van, mindenki érzi a saját feladatát. Én úgy gondolom, hogy most már így a 9. évben, hogy részt veszünk a Böllér Fesztiválon, mindenki érzi, hogy mi az ő dolga, mi másnak a dolga. Mindig van a csapatban egy kis fiatalosodás, új tagok, úgyhogy frissülünk folyamatosan. Én úgy érzem, hogy itt tényleg nem kell feladatokat osztani, mindenki érzi, hogy mi a dolga. Évről évre gazdagítja, tartalmasabbá teszi a kistarcsai Böllér Fesztivált, hogy rendszeresen részt vesznek a város testvér településeinek csapatai is a versenyben. Idén a Békés megyei Gádorosról, a szerbiai Zentáról, valamint Erdélyből, Előpatakról és Tórjáról is érkezett egy-egy küldöttség. Versenyen kívül meghívottként pedig Csehországból, Lengyelországból és Ukrajnából érkeztek vendégek. Most 6. alkalommal van a csapat, itt nagyon-nagyon szeressük. Mivel készülnek most, milyen finomságot fognak készíteni? Hát a mi csapatunk kolbász, egy hagyományos előpataki kolbásszal, májassal,
persze sült, utána pedig egy főtt fej, a speciális, spéci fűszerekkel, az lesz a mi tányérunkon. A dekorációs asztalon milyen finomságokat sorakoztattak fel, ami valószínűleg otthonról érkezett? Otthonról hoztunk erdélyi finomságokat. Ami nagyon gondolom érdekes, a bőr, azt nagyon szeressük disznóvágáskor enni. Akkor hoztunk disznófősajtot, kolbászt, pityókás kenyeret, ahogy mi mondjuk, tepertőt, káposztát, savanyú káposztát, amit a férjem tett el. A Tóriai csapat kezdetektől az összes böllér fesztiválon részt vett. Mi 9-ből 9-szer itten voltunk, és jövőben jubilálunk. Szóval átjövünk, szeressük a testvértelepüléseket, és végülis ez az, az alapja az egész testvértelepülésnek, hogy egymást látogassuk. Aki nem lássa egymást, egymástól elhűl, így szoktam mondani a székely ember. Hát mi azért tartsuk magunkat, mindig eljövünk a testvértelepülésekhez, ápoljuk a kapcsolatokat. Örvendünk, hogy ilyen jó tavaszias időben meg tudták rendezni a 9. bölétfesztivált. Soha ilyen melegben még nem voltunk itten, de kellemes, nagyon kellemes. És jó rendezést. Látom, most vannak Csehországból, Szerbiából, Lengyelországból, van még Erdélyből is más település is, és mégis ez a lényege, hogy mindenki hozzá a saját kultúráját, saját hagyományát. Hát mi is ezt próbáljuk elhozni. Még komplett székely menüt hoztunk, hagymás vérrel kezdtünk. Amit szoktunk enni? Reggel hagymás vér, akkor bőrke, utána ugye, a pálinka már az nagyon jól megy a bőrke. Nagyon szeretik a székek a friss bőrkét. Megpirítva, utána hoztunk egy jó ilyen, úgy hívjuk, hogy agyasleves, de végül is ez egy ilyen húsgombócos, káposztaleves, jó savankás étel, kimondottan disznótoroska szokták csinálni, egy disznótoros levest. Persze ezek változnak helységről helységre, mi elhoztuk a felső három székit. 550 km a határtól, hogy készítünk, és hogy ünnepelnek a székek disznóvágástól, mert végül is az egész disznóvágás egy ünnepély, mert egy éven keresztül neveli, és utána ugye levágja, és akkor meghív mindenkit. Utána hoztunk egy ilyen jó disznyó toros tokánynak mondjuk, de van benne máj, van benne hús, van mindenféle. Szóval érdekes, ezt puliszkával fogjuk felszolgálni, az is megint egy helyi jellegzetesség ottan. Itt nem nagyon, végül is nem szerettünk volna ugyanazt csinálni, amit csinálnak az itteni hogy jó piros kolbász, meg nem tudom miféle. Szóval nem. Kolbászt is még próbáltuk egy jó fokhagymás kolbászt tölteni, ami jellegzetes a mi vidékünkre. Véres hurkát, májos hurkát. Almás hurkát? Hát persze, hát Székelyföldön tudjuk, hogy hagyma, alma nem hiányozhat a hurkából. És végül egy jó savanyú káposztás rétessel zárjuk a székely menüt. Úgyhogy ez van, felső háromszék, Székelyföld, itt van Kistarcsán. Nagy szeretettel, jövünk jövőbe is! A disznóvágás hagyományának ápolása mellett tisztán látszik, hogy a rendezvény a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának is kiemelkedő terepe. Kistarcsa polgármestere ezeket a kötelékeket egész Európa jövője szempontjából fontos építőköveknek tartja. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy maga a testvértelepülési kapcsolat ne csak egy testületi határozat legyen, ne csak papíron létezzen, hanem valóban tartsuk a kapcsolatot, ha nem is napi, heti szinten, de pár havonta az érdemes összeülni, és mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a testvértelepüléseink ne csak minket, hanem egymást is megismerik. És azért örülünk annak, hogyha egyszerre ennyien itt vannak, akkor egymással is tudnak szövetségeket, barátságokat kötni. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben nagyon fontos, hogy mi közép-európai keresztény országok, akik azért alapítói voltunk a modernkori Európának, ebben a mostani történelmi helyzetben ismét szorosan összefogjunk, együtt dolgozunk, és azokat a problémákat, amiket a modernkor állít felénk, együtt oldjuk meg, mert hogyha mi itt Közép-Európában összefogunk, én úgy gondolom, hogy ez egy erős Európához fog vezetni. Hajrá, Kistarcsa! A téren szorgalmasan dolgoztak a főzőcsapatok résztvevői. A kistarcsai polgármesteri hivatal összeszokott dolgozói gárdájánál a jókedv ilyenkor garantált. Mi a titkuk, hogy mindig ilyen vidámak?
Hú, azt hiszem, hogy csak szét kell nézni a kollégák között. Mi nem csak itt a Bőlér Fesztiválon, mi minden fesztiválon elindulunk, amit az önkormányzat rendez, legyen az a kakasfőzés, most már hála Istennek a Görhöny Fesztiválon is elindultunk, és nagyon jó megszokott csapat áll előttünk. Igyekszünk mindig a hivatalból azokat az embereket, de bárkit szívesen várunk, aki egy kicsit ért is a bőrléri a húsfeldolgozáshoz, de amúgy megmondom őszintén, hogy itt már egy összeszokott, évek óta összeszokott csapattal vagyunk, és mindig a vidámság jellemző ránk. Mit készít a csapat? Rakott savanyú káposztát és hurkát kolbászt. Hogy érzi, el fog készülni az étel, mire a zsűri várja? Igen, reményeink szerint minden készen van, benn van a sütőben a hurka, megsült a kolbászunk, a rakott káposzta éppen mosul, és még az orjalevesünk van, ami még az egy kicsit necces, hogy elkészül-e addigra, mire be kell vigyük az ételt. A kistarcsai polgármesteri hivatal dolgozói is egyetértenek abban, hogy jó, ha a fiatalok látják, hogyan készülnek hagyományos ételeink. Mindenképpen a hagyományokat szerintem az emberek is nyomon követni, hogy mi az, amit régen csináltak, és mi az, amit ugye, ami ebből megmaradt, amit tovább tudunk vinni. Mindenképpen ugye a gyerekek is szerintem nem sűrűn látnak már ilyet falun sem, mint ahogy régen mi még ugye csináltuk is, meg benne voltunk, és szerintem ez egy nagy érdekesség lehet a fiatalok számára is, és a gyerekek számára is. Szerintem az itt nagyon rohanó világban élünk, maga az egész társadalom, és azért minden embernek szüksége van arra, hogy azért elfelejtse a búját, baját. És pont ezek a rendezvények szerintem nagyon jó szolgálatot tesznek arra, hogy ilyenkor az emberek kikapcsolódjanak. Jönnek a gyerekekkel, ugye, hiszen pont azt mondtam itt valakinek most a délelőtt, hogy meg tudnám számolni egy kezemen, ahogy Kistart Kistarcsán, disznót magát, hogy csak tart sertést, ahol vágnak még hagyományosan disznót, és a gyerekek úgy nőttek föl, hogy nem tudják, hogy mi az a hurkatöltés, kolbásztöltés, és itt a lehetőség arra, hogy itt mindenki megnézze. És nagyon örültünk, hogy nagyon sok fiatalt láttunk, szülőket, és a gyerekek itt érdeklődve nézték, hogy hogyan készül a hurka kolbász. A fesztiválra kilátogató közönséget a hagyományőrző kelevézek, Pechnik Rezső és Éva autentikus magyar népzenével szórakoztatták. Dányból Vácent Lászlói tagokkal erősített csapat érkezett a Bőlér Fesztiválra. Ez egy közös elhatározás volt, ugyanis két faluból jön össze a csapat, és dolgoztunk már helyel közzel együtt, illetve egymás mellett a dányi falunapon, és hát így született meg az ötlet, meg hát barátok vagyunk, hogy meg kellene nézni, hogy itt a kistarcsai Bőlér Fesztiválon is, hogy milyen helyzet. A dányi küldöttség igazán szakavatott tagokból állt össze. Napi szinten ezzel foglalkozunk, tehát olyan nagyon-nagyon nagy kihívás nem volt, de azért volt egy kis félelmünk, mert azért vannak itt csapatok, akik ugyanezzel foglalkoznak, és nem tudtuk, hogy mivel fogunk szembenézni, de tehát azért van itt a három család, aki nap mint nap foglalkozik vele, vagy kevesebb idővel, de mégis tudják, hogy miről van szó, tehát tudtuk, hogy miről van szó, tehát tudtuk, hogy mit kell csinálni. Nem volt nagy félelem. Ami az előkészületeket illeti, a dániak semmit sem bíztak a véletlenre. 4 autóra való eszköz van itt, amit elhoztunk, a díszítéshez, illetve ami a munkához szükséges. Elég sok eszközt hoztunk ide, már tegnap este érkeztünk, egy részét kipakoltuk, mert nem bírtuk volna ma reggel az adott időre ezt kipakolni, illetve elhelyezni, ahogy ez itt látható. Természetesen ételkínálatból sem volt hiány. Van egy vesevelő pörköttünk, egy kolbász maradékot szoktak beledobni régen őseink. Lesz egy fehér káposzta, abban mindenféle húsdarabok, amik megmaradnak, tarja, a szalonna széle, mindenhol, ami ilyen közösen jó ízt fog kihozni. Hát a hurka kolbász természetesen az mindenféleképpen. Padlizsán krémtől kezdve töpörtyűkrém, különböző szalámik, kolbászok, sajt,
minden, ami úgymond disznó húsból készül, mindenféle terméket kínáltunk itt a ide látogatóknak. A dányi polgármester és a képviselőtestület tagjai is ellátogattak a rendezvényre, hogy a község főzőcsapatát jelenlétükkel támogassák. Dányi főzőcsapat jött ide, képviselőink, a szomszéd település jegyzője, képviselői és jó dányi szakemberek, akik húsos dolgokkal foglalkoznak, és nagyon finomakat készítenek otthon is, meg reméljük, hogy itt Kistarcsán is, és eljöttünk nekik szurkolni. Dány erdélyi testvértelepülésén is rendszeresen tartanak disznótort, amit most egy héttel el kellett halasztani a Kistarcsai Bőlér Fesztivál miatt, hogy a dányi küldöttség azon az eseményen is részt vehessen. Hát ez egy akkora esemény volt, hogy Csomafalván a disznótort egy héttel később rakták. Jövő héten megyünk Gyergyócsomafalvára a testvértelepüléshez, hogy el tudjanak jönni a dányi képviselők a Kistarcsai Bőlér Fesztiválra. Az összeszokott csapat a dányi falunapok alkalmával is rendszeresen főz. Nálunk a dányon ugye nincs verseny, viszont elmondhatom, hogy az ő általuk készített étel fogy a legjobban, és nagyon lelkes csapat, és több éve számíthatunk a munkájukra, és jó kis csapat alakult ki, úgyhogy nagyon finom ételeket készítenek, és szeretik csinálni, látni rajtuk, hogy élvezik, amit csinálnak, tehát így nagyon jól látni őket. Tány polgármestere szerint az ilyen és ehhez hasonló rendezvények kiválóak a települések közötti kapcsolattartásra. Az idén is lesz dányi falunap, és az augusztus utolsó hétvégéje. Igaz, munkanap, de hát ez egy nyári utolsó hétvége. Reméljük, sokan jönnek. A dányiak biztos képviseltetik magukat a főzésnél, és várjuk a kistarcsaiakat is, vagy akik a környéken laknak, és kedvet kapnak, hogy a dányi falunapokon részt vegyenek, és megmutassák főzőtudományukat. A Kistarcsai Bőlér Fesztiválon disznótoros ételek, kirakodóvásár, bor és pálinka kóstolás várt a látogatókat. A szervezők a gyerekeknek állatsimogatóval szereztek örömet. A finom ízek és a jó hangulat mellett a szinte koratavaszias idő is rengeteg látogatót kicsalogatott. A hagyományos hurkán és kolbászon kívül minden csapat, így a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is készült számos egyéb kóstolnivalóval. Szeretnénk megkínálni mindenkit, aki, hát különösen a mi közösségünk tagját, köztük hirdettük tagjait, a toros káposztánkkal, amit az egyik kistarcsai asszony receptje alapján készítünk el. 15 kiló káposztát vettünk, úgyhogy körülbelül ilyen 40 kilós nagyságrendben, mert a húsok meg a buriskását is rakunk bele, úgyhogy ezzel gazdagítottuk. A baráti kör elnevezésű csapat immár negyedszer vesz részt a Kistarcsai Bőlér Fesztiválon. Mi egy nagy baráti kör vagyunk, a csapat érkezett Ercséből, Százhalombattáról, még Szabolcs megyéből is, kedves anyósom, valahol itt van benne a sátorba, úgyhogy mi egy ilyen nagy, komplett kis csapatként veszünk részt ezen a versenyen. Most már negyedszer, ebből kétszer meg is nyertük. Első nem sikerült, de a második, harmadikat megnyertük, ez a negyedik. Bízom benne, hogy most is elhozzuk az aranyérmet. Mit készítenek idén? Palóclevest, füstölt kolbásszal, lesz mellé szabolcsi töltött káposzta, toros káposzta, főtt abaszalonna, piros paprikával lepaprikázva, hurka, kolbász, tepertő és pecsenyehús. Idén talán minden eddiginél többen jöttek el a Kistarcsai Bőlér Fesztiválra. Rengeteg látogató érkezett Kistarcsáról és környékéről, és az ország szinte minden tájáról. Mi Kerepesről érkeztünk. És mi az, ami kihozott titeket a rendezvényre? Hát első körben a szép idő, a második körben pedig az, hogy nagyon szeretjük a disznóságokat, és ezért kijöttünk megkóstolni őket. Részt vettél már disznóvágáson valamilyen formában, családi körbe, baráti körbe? Régebben gyerekkoromban igen, de mostanság már nem igen. Láttál benne újdonságokat, érdekességeket, vagy csak kívülállóként jó volt látni, vagy esetleg ki is próbálnád? Hát itt most kóstoltunk egy pár dolgot, elég sok újítás van, tetszenek, ilyen sajtos kolbász, ilyen különös fűszerezések, úgyhogy azt mondom, ilyen szimpú. Szeretem nagyon én is a disznóságokat, igazából inkább megenni szeretem őket. Hogy nem idegenkedsz tőle, lehet szalonna, lehet bármi? Lehet bármi, mindegyiket szeretem, ne legyen túl zsíros. Hát ami szimpatikus nekem, hogy megálltunk itt az első
standnál, és rögtön pálinkával kínáltak minket. A disznótoros ételeknek délután 2 órára kellett elkészülniük. Szebbnél szebb kóstolótálak érkeztek az ítészek elé a Csigaházba. Herbst Norbert idén második alkalommal a Bőlér Fesztivál zsűriének elnöke. Az idei év sokkal színesebb és szorosabb versenyt hozott, mint az elmúlt esztendő. Hála Istennek volt olyan kiemelkedő ízesítésű étel, ami a kreativitás miatt fog magasabb pontszámot kapni. A ételek felsorakoztatásában meg most úgy érzem, hogy megfogadták a versenyzők a tavalyi intelmeimet, és próbáltak olyan választékot kitenni elénk, hogy amihez gratulálok, és köszönöm, hogy megnehezítették a feladatomat, és sikerült a zsűrivel egy nagyon szoros, bár izgalmas verseny után majd eredményt hirdetnünk. 4 fő kategóriában fogunk díjakat osztani, így a hagyomány és tradíció, a kreativitás, a tárolás és a szívélyes vendéglátás kategóriában adunk aldíjakat, és ezeknek az összesítését követően fődíjakat fogunk kiosztani. A reggeli szúrás után és azt követően sikerült orjalevest kapnunk, toroskáposztát, végre megjelent a rántott sertésláb, amit tavaly hiányoltam, ennek nagyon örülök és úgy külön köszönöm, nem tudom, hogy nekem szólt, de köszönöm. Ezen kívül kaptunk egy különleges fűszerezésű hurkát, sőt, 3 különleges fűszerezésű hurkát, gombával, mandulával, illetve körivel volt egy kicsit megbolondítva a hurkák változata, és nagyon köszönöm, hogy egy friss reszelt tormával ízesített csorbalevessel az egyik csapat megörvendeztetett bennünket. A főzőcsapatoknak különleges köretekkel, savanyúságokkal és desszertekkel is sikerült megletni a zsűrit. Idén kaptunk egy kelt tésztából készült burgonyalángost, bőzsiradékban sütve, fantasztikus élmény volt. Ezen kívül megjelent egy puliszka. Sütemény kategóriában a hájas sütemények több változatát sikerült elfogyasztanunk. Köszönjük még egyszer, ezek is nagyon nagy gasztronómiai élményt nyújtottak. És talán a házi savanyított laska gomba volt, ami nagyon meglepett. Nem a magyar gasztronómia disznótoros része, de ezzel is találkoztunk a mai napon. A fesztivál megszervezésében Kistarcsa önkormányzatának non-profit vállalata, a Kistarcsai Városi Művelődési és Sportközpont Kft. Is segítkezett. A főszervező természetesen Solymosi Sándor alpolgármester úr volt, aki útjára indította a Bőlér Fesztivált, és a Kistarcsai VMSK Kft. Természetesen ott állt mögötte. Ezen túl a másik önkormányzati cég, a Köfe Kft. Segített nagyon sokat, hogy ez így összeálljon. A Bőlér Fesztivál híre egyre terjed. Ez is lehet az oka az idei rendezvény kiemelkedően magas látogatottságának. Emellett a kivételes időjárás is hozzájárult a fesztivál sikeréhez. Én azt gondolom elsősorban a jó idő, hiszen olyan ritka, hogy február elején ennyire szép idő legyen, és ez szerintem kicsalogatta a kistarcsai lakosokat, illetve, ahogy hallottam, egyre messzebbről is érkeznek ide, tehát azt gondolom, hogy ennek a fesztiválnak a híre most már nem csak térségi szinten, hanem most már tényleg azt mondhatom, hogy egész Magyarországon hallanak rólunk. Az se véletlen, hogy itt határon túli csapatok is szerepeltek a Bőlér Fesztiválon. Tehát nyilván az egyik siker az, hogy eddig jól sikerült Bőlér Fesztiváljaink voltak. Miután a zsűri végigkóstolta a versenyben szereplő ételeket, a színpadon kihirdették a győzteseket. A különleges ízvilág kategória győztese a kistarcsai Fidesz csapata lett. Tálalás és esztétikai kategóriában a kistarcsai Jobbik csapata győzött. A hagyomány és hungarikum kategóriában az első díjat a szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai nyerték el. A szívélyes vendéglátásért járó első helyet a Békés-megyei Gádoros csapata érdemelte ki. Összetett kategóriában harmadik helyezést ért el a kistarcsai Bőlér Fesztivál kezdetektől állandó résztvevője Tória csapata. A második helyezésért járó kupát a baráti kör tagjai vehették át. A 9. kistarcsai Bőlér Fesztivál gasztronómiai versenyének abszolút győztese az újonc csapat, a Dányi jó barátok lettek.
bőlérverseny eredményhirdetését követően a 9. Kistarcsai Böllérfesztivál fergeteges utcabállal végződött, amihez a Retroleum zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Köszönjük szépen!